Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy Lenti adhat otthont a Gódorné Nagy Marianna kézilabda munkacsarnokban a Diák Olimpia leány negyedik korcsoportos országos elődöntőnek. Annál is nagyobb az öröm, hiszen a Lenti Általános Iskola és Gimnázium kézilabda csapata is résztvevője ennek a négyes elődöntőnek. Érkeztek csapatok Zircről, Komlóról és Sárvárról. Értelemszerűen a megyei győztesek vesznek részt ebben a küzdelemben, és innen az első helyzet fog tovább jutni az országos döntőre. Bízunk benne, hogy a lentiek jól fognak szerepelni. A csapatok megérkeztek a 10 órás előírt időpontig, elvégeztük a sorsolást, 2x20 percet játszanak a csapatok, 4 mérkőzés van, sorsolás alapján 2-2 csapat játszik egymással, és utána a győztesek, illetve a vesztesek, tehát a vesztesek a harmadik, negyedik helyért, a győztesek pedig az első helyért fognak majd mérkőzni. Milyen csapatot sikerült összeállítani, milyenek a várakozásaitok? Hát igazándiból így, hogy az idei évtől már összevonták az iskolákat, így azt gondolom, hogy a Góna SKKE képviseltetheti részben magát itt a 7.-8. lányoknál, illetve kiegészítettem a csapatot 6. lányokkal is. Milyenek a várakozásaitok? Hát bízunk a legjobbakba, de szokták mondani a labda gömbölyű. Itt már azt gondolom, hogy az országos előselejtezőn már a legjobb csapatok képviseltetik magukat. Sok mindent függ az, hogy ma a lányok hogyan fognak szerepelni. Azt gondolom, igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint felkészülni, és pár perc múlva kiderül, hogy az első mérkőzésen mit tudunk alakítani. Mai nap után május 15-én következik a harmadik korcsoport rendezvénye, mert szintén nagy öröm, hogy ennek a rendezési jogát is Lenti városa megkapta, és ugyanígy a kézilabda munkacsarnokba várjuk majd a szurkolókat, várjuk a kedves szülőket, támogatókat, a kézilabda szerelmeseit, és abban is bízom, hogy egyre többen kapnak majd kedvet, hogy műveljék ezt a nagyon szép sportágat. Minek köszönhető, hogy Lenti adja a helyszínt? Én úgy gondolom, az eddigi versenyek szervezése úgy a szabadtéren, mint a fedett csarnokban, a korábbi megyei versenyek szervezése is rendben ment, és ennek volt köszönhető, hogy bíznak abban, hogy egy ilyen rendezvényt is le tudunk bonyolítani.